Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A téma főszereplője egy olyan ember, aki több szempontból is történelmet ért. Ő volt az első sorozatgyilkos, aki világhírű lett. Ő volt az első sorozatgyilkos, akivel kapcsolatban létesült egy önálló szakterület. Mindemellett ő volt az első sorozatgyilkos, akiről pszichológiai profilt készítettek. Már a videó legelején tisztázzunk néhány dolgot. Az első, hasfelmetszővel kapcsolatban négy dolog biztos. Férfi volt, gyűlölte a nőket, pszichopata volt és késsel gyilkolt. Ezen kívül minden más elvileg vagy esetleg. Mindenképpen meg kell beszélni azt is, hogy mit jelent a pszichopata, mint fogalom. Ugyanis az emberek körében van egy nagyon elterjedt és meglehetősen káros szokás, minek értelmében a mentálisan beteg embereket kollektívan úgy nevezik, hogy őrült. Ez a valóságtól nagyon messze van. Az elsődleges csoportba tartozó személyek minden emberi érzelemtől mentesek. Hideg, számító és önző magatartásukkal mindig előre megfontoltan és célorientáltan cselekszenek. Sajátos viselkedésük más korképpel nem magyarázható, és a zavar pontos kifejlődésének folyamata nem ismert. Ezzel szemben a másodlagos típus olyan neurotikus zavarként definiálható, melynek hátterében intenzív szorongás és depresszió áll. A probléma itt nem az érzelmek hiányából, hanem azok zavarából fakad. Így a másodlagos pszichopaták még képesek lehetnek olyan érzelmek megtapasztalására, mint a bűntudat, a szeretet vagy az elfogadás iránti vágy. Sokszor az érzelmi kitörések, a gyűlölet, a bosszúvágy hajtja őket. Így impulzívabban is cselekszenek, mint elsődleges társaik. És akkor itt jön a rébusz. 1959-ben megszületett egy új szakterület, aminek a neve ripperológia. Ez a tudományág konkrétan hasfelmetszővel foglalkozik. Azért nevezik ripperológiának, mert hasfelmetsző angol neve Jack the Ripper. A ripperológia megszületésének egyetlen oka volt, az úgynevezett McNaughton jelentés. Ez a jelentés volt az, amit 1894-ben a Metropolitan rendőrség akkori vezetője, bizonyos Melville McNaughton saját kezüleg készített. A beszámolóban megnevez három fő gyanúsítottat, akikből az elsőt elmegyógyintézetbe rakták, a második ártatlannak bizonyult, a harmadik pedig öngyilkos lett. Nem lettünk előrébb. Csakhogy 1993-ban előkerült egy meglehetősen lenyűgöző olvasmány, hasfelmetsző Jack naplója. Ezzel a naplóval kapcsolatban kettő dolog biztos. A szerzője nem más, mint James Maybrick, egy liverpooli pamutkereskedő, illetve ő az előbbiek alapján megfogalmazott másodlagos pszichopata. Felmerül a kérdés, ez tényleg hasfelmetsző naplója? Ha te a videó végeztével úgy gondolod, hogy James Maybrick maga hasfelmetsző Jack, akkor igen, az övé. Ha bizonytalan lennél a döntéssel kapcsolatban, adok egy kis segítséget. A napló a hasfelmetsző gondolatainak és érzéseinek sorát tartalmazza. Pontosabban fogalmazva azt, ahogyan próbálja kifejezni érzelmi és szellemi zavarodottságát. Azokon a kérdéseken, mint például mikor írták, milyen tintával írták, milyen kézírással írták és hasonlók, már túlestünk. Ezek alapján teljesen hiteles. Az elkövetkező időben meglehetősen sokat fogok idézni ebből a naplóból, amivel kapcsolatban fontos, hogy rengeteg káromkodás következik. Ezeket a káromkodásokat, illetve a helyesírási hibákat magától értetődően nem fogom átírni, ugyanis pontosan az a célom, hogy az eredetit vedd figyelembe. A Viktória királynő korabeli London nem csak a brit birodalom fővárosa, de a modernizáció központja volt. A 19. század végén nem kevesebb, mint 5 millió lakossal büszkélkedett. 1808-ban London volt a világ első városa, ahol bevezették a gázlámpás közvilágítást. A közvilágítás miensége leginkább attól függ, hogy melyik városrészben vagyunk. A viktoriánus Londont nem csak képzeletben fel lehet osztani két részre, West End és East End. A West End, magyarul nyugati vég volt az a városrész, ahol az arisztokraták, úgy szólván a gazdagok tanyáztak. A nyugati vég közvilágítása teljes volt. Ezzel szemben az East End, magyarul a keleti vég, pont olyan volt, mint annak lakosai. Nagyon egyszerűen fogalmazva, a londoni keleti vég az akkori gettó. Itt voltak a bűnözők, gyilkosok, egyszerű munkások, bevándorlók, meg persze nem utolsó sorban a prostituáltak többsége. Az East End közvilágítása több mint 60 év elteltével még mindig gyér.
Azokon az utcákon, amik nem sokára világhírűek lesznek, átlagosan minden 70 méterre egy darab lámpa jut. Viktória királynő úgy gondolta, hogy a közvilágítás kiépítésének befejeztével, továbbá az általa nagyon is támogatott metropolitán rendőrség fejlesztésével Londont biztonságossá teszi. Azonban akkortájt már megszületett egy gondolat. Ám legyen, lelkem erős! A Posthouse-ban ettem-ittam, végül itt határoztam el, hogy a helyszín London lesz. Miért is ne? Nem eszményi hely? Hát nem járok gyakran a fővárosba, és nincs rá bizonyítható okom, hogy így tegyek? Semmi kétségem afelől, hogy aki mocskos árut árul, meg kell, hogy fizessen érte. De vajon én fogok-e fizetni? Azt hiszem nem, ahhoz túl okos vagyok. Hiszen hogyan is gyaníthatná valaki, hogy képes vagyok ilyesmire? Hogy nem vagyok szelid ember, ahogyan mindenki hiszi, akiről azt mondják, a légynek sem árt. London keleti végén található egy negyed, aminek a neve Whitechapel. Whitechapelben az átlag életkor 23 év, a várható élettartam pedig 45 év. A helyi lakosságról tudni kell, hogy egyszer, a jelentős részük zsidó, továbbá úgy mentek Londonba, hogy nem értettek semmihez. Habár nem volt szakképesítésük, nekik is enniük kellett valamit. Tehát négy lehetőségük volt. Az első az, hogy egyszerűen feladják és alkoholisták lesznek. Whitechapelben az éves átlag sörfogyasztás fejenként 158 liter. A második lehetőség a bűnözés, pontosabban fogalmazva a tolvajság. Ez volt a legelterjedtebb foglalkozás. Mondanom sem kell, mivel a metropolitán rendőrség az East End-en is jelen volt, a lakosság jelentős részét alkotó tolvajok nem fogadták őket kitörő örömmel. A harmadik lehetőség az alkalmi munka. Az alkalmi munkából pontosan annyi bevételhez jutottak, amiből durván négy napig volt mit enniük. A negyedik lehetőség a prostitúció. Nagyon lényeges kiemelnem, hogy Whitechapelben, ahol nem sokára hasfelmetsző tevékenykedik, minden 16. lakás bordéi és a munkában lévő prostituáltak száma megközelítőleg 1200. A prostitúció teljesen legális volt, tehát senki nem kérdezte meg egy nőtől, hogy hajnali 2-kor miért van kint az utcán. A jövedelmükkel kapcsolatban két lehetőség volt. A szolgálataikért cserébe 2 pennyt, vagyis azt az összeget kérték fizetségül, amiből aznap éjszakára kibérelhettek egy szobát. Avagy, ha nem pénzt, akkor egy vekni kenyeret. Tehát ismétlem, egy vekni kenyeret. Teljesen mindegy, hogy valaki tolvaj, alkalmi munkás vagy prostituált. Általánosságban elmondható, hogy alkoholisták. Amúgy ezek a prostituáltak azok, akiket James Maybrick, a napló szerzője, úgy nevez, hogy kurva. Legközelebb, ha Londonba utazom, hozzálátok. Nincsenek kételjeim, az önbizalmam rendíthetetlen. Írás közben borzongás fog el, az élet szép, csalódottságomnak nyoma sincsen. Közeleg az idő, nincsenek kételjeim, nincsenek többé, nincsenek kételjeim. Holnap megveszem a létező legremekebb kést. Az én kurváimnak semmi sem lehet elég jó. Nagyon finoman bánok majd velük, nagyon-nagyon finoman. Ennyit legalább megérdemelnek én tőlem. 1888. április 3-án, egy hétfői napon történt, hogy a 45 éves prostituáltat, nevezetes Emma Smith-t, finoman fogalmazva meggyilkolták. Valaki fogta magát, és egy tompa tárgyat helyezett a hüvelyébe, ami átszakította a hashártyáját. 1888. augusztus 7-én egy másik prostituáltat, a 40 éves Martha Tabramot meggyilkolták. A testébe, a nyakától az alhasáig 30 alkalommal szúrtak kést. Azt gondolnád, és a metropolitán rendőrség szintén úgy gondolta, hogy ezeket a gyilkosságokat hasfelmetsző követte el. Azonban ez nem így van. Ne felejtsük el, hogy az East End a bűnözők városrésze. 1888. augusztus 31-e, hajnali 3 óra 40 perc. Egy helyi kocsihajtó, aki éppen munkába ment, arra lett figyelmes, hogy a közeli sikátorban egy istálló bejárata mellett egy emberi alakot vél felfedezni. A gond az, hogy az emberi alak vízszintes volt. A 158 cm magas, 43 éves Mary Ann Nichols, akinek a beceneve Polly, 1845. augusztus 26-án született. 5 gyermeke volt, azonban az alkohol szenvedélyének köszönhetően tönkrement a házassága. A hullaházban megállapították, hogy Polly nyakát fültől fülig elvágták,
A hasát felvágták, és a gyomra jobb oldalán több bemetszést ejtettek. Úgy tettem, mintha csak üzletet akarnék kötni vele. Az élvezet messze nagyobb volt, mint képzeltem. A kurva nagyon is akarta gyakorolni a mesterségét. Eszembe jut az egész, és izgalomba jövök tőle. Nem sikoltott, amikor belevágtam. Több, mint ingerült voltam, amikor a fej nem jött le. Azt hiszem, legközelebb nagyobb erőt kell kifejtenem. Mélyen belevágtam a nyakába. A szajha felnyílt, akár egy érett őszi barack. Elhatároztam, hogy a legközelebbit kibelezem. Egy héttel később, szeptember 7-én egy 47 éves prostituáltat, bizonyos Annie Chapmant kidobták a szállásáról, ugyanis nem tudott fizetni. Szeptember 8-án reggel 6 óra 20 perckor holtan találták. Annie Chapman 1841. szeptemberében született. 150 cm magas és túlsúlyos volt. A házassága tisztázatlan körülmények között véget ért, és 3 gyermeke volt. Habár a testét reggel 6 óra 20 perckor találták meg, a gyilkosság elkövetésének feltételezett időpontja hajnali 4 óra. A nő torkát balról jobbra átvágták, felhasították a gyomrát, a beleit eltávolították és rátették a jobb vállára. Mindezen felül hiányzott a méhének alsó része, amit nem akárhogy, hanem szakszerűen távolítottak el. A nő mellett találtak még némi pénzt, továbbá egy szakadt borítékot, az elején M betűvel. Annie Chapman halálát követően szeptember 10-én az East End-i kereskedőkből álló önkéntesek létrehozzák a Whitechapel Vigilance Committee-t, mégpedig azon célból, hogy az utcákon járőrözzenek. Az önkéntes rendvédelmi erők vezetője bizonyos George Lusk, aki egy meglehetősen fontos szereplő. Feltehetjük a kérdést. Miután 4 prostituáltat meggyilkoltak, nem vádoltak senkit? Ó, dehogy nem. A zsidókat, orvosokat, henteseket és a cipészeket. Azonban a Whitechapel-i gyilkosságok feltételezett elkövetője nem volt egy szégyellős típus. Szeptember 27-én a központi hírügynökség számára érkezett egy levél. Kedves főnök! Folyamatosan azt hallom, hogy a rendőrség letartóztatott, pedig még el sem kaptak. Nevettem, amikor olyan okosnak mutatták magukat, és azt állították, hogy jó nyomon járnak. Pikkelek a kurvákra, és nem fogom abba hagyni a szétvágásukat, ha csak el nem kapnak. Az utolsó munkám nagyszerűen sikerült. A nőnek még arra sem volt ideje, hogy sikítson. Hogyan fognak elkapni? Szeretem a munkámat, és újra akarom kezdeni. Hamarosan újra hallani fog a vicces kis játékaimról. Az utolsó munkám során egy gyömbérsörös üvegben megmentettem egy kis vért, hogy azzal írjak, de úgy besűrűsödött, mint az enyv, így nem tudtam használni. Remélem, azért a piros tinta is megteszi, haha. A következő alkalommal le kéne vágnom a hölgy füleit, hogy szórakozásból elküldhessem a rendőröknek, nem gondolja? Tartsa vissza ezt a levelet, amíg dolgozom egy kicsit, aztán tegye közzé úgy, ahogy van. A késem olyan szép és éles, hogy amint lehetőségem engedi, azonnal munkához látok. Sok szerencsét! Tisztelettel, hasfelmetsző Jack. Ugye nem bánja, hogy művész nevet használok? Megjegyzés. Nem volt jó ötlet feladni ezt a levelet, mielőtt le nem mostam az összes piros tintát a kezemről. A fenébe! Még sincs szerencsém. Most majd azt mondják, hogy orvos vagyok. Haha. Ennek a levélnek a neve Kedves főnök. Mindjárt visszatérünk rá. A nemes lelkű, nemes gondolkodású férfiú hamarosan ismét lesújt majd. A fej legközelebb leválik majd, és a kurva keze is. Lehet, hogy elhozok magammal valamilyen darabot, hogy megállapíthassam, vajon olyan-e az íze, mint a frissült szalonnáé. Holnap Londonba utazom. Úgy döntöttem, nem várhatok tovább. Alig várom már a holnap éjszakai munkát. Jót tesz majd nekem. Nagyon, nagyon jót. Frederick Aberline, a nyomozással megbízott egyik főfelügyelő úgy gondolta, hogy az utolsó két személyt, tehát Mary Ann Nichols és Annie Chapmant ugyanaz a személy ölte meg. Itt meg kell említeni, hogy nagyon jól gondolta. 1888. szeptember 30-a, hajnali 1 óra. A 44 éves, 158 cm magas prostituált Elizabeth Stride, becenevén Hosszú Liz, Svédországban született. A foglalkozását már a hazájában is művelni kezdte, majd 1866-ban elköltözött Londonba. A házassága tisztázatlan körülmények között véget ért. Ő volt hasfelmetsző Jack harmadik áldozata.
Az előző kettővel ellentétben Elizabethnek csak elvágta a torkát, illetve megpróbálta levágni a fülét. Mi ennek az oka? Az, hogy tetten érték. A zsidó származású Louis Dimschutz volt az egyetlen, aki látta hasfelmetsző Jacket. De nem teljesen. Mély jön-megy, halad vaksötét éjeken. A kurváknak csókot ad, ő maga a félelem. Gyűrű az ujjamon, kés a markomban. Ez a mély sebeket oszt, szerte szép homban. A zsidók és doktorok lesznek gyanúsak itt. Pedig csak mély, aki játssza rút játékait. Megölök minden kurvát, könnyet sem ejtve érte. Mély jön-megy, halad vaksötét éjeken. A kurváknak csókot ad, ő maga a félelem. Hasfelmetsző megzavarása igencsak problémás volt. Úgy szintén ezen a napon, szeptember 30-án megközelítőleg hajnali 1 órakor történik, hogy Catherine Eddowst a Bishopsgate-i rendőrségről szabadon engedik. Catherine Eddowst 152 cm magas és 46 éves volt. 20 évig volt házas és 3 gyermeke született. Együtt élt egy férfival, azonban időről időre prostitúcióra kényszerült. Szeptember 29-én letartóztatták, ugyanis a bejelentések alapján részeg volt és hangosan kiabált. A Bishopsgate-i rendőrségről történő szabadonengedését követően 40 perccel később halott. Egy mocskos kurva pénzt akart szerezni. Egy másik mocskos kurva is így akart tenni. Catherine Eddowst legnagyobb hibája az volt, hogy rossz irányba indult. Hajnali 1 óra 45 perckor megérkeznek a rendőrök, akik kijelentették, még egy nőt feldaraboltak. A nő torkát elvágták, a hasát felnyitották, a beleket kivágták, az arcát megcsonkították, az orrhegyet és a fülének egy részét levágták, továbbá mindkét szeme alatt egy háromszög alakú vágást ejtettek. A méhe és a bal veséje hiányzott. Meg vagyok döbbenve, alig merem elhinni, hogy nem kaptak el. Úgy éreztem, a szívem menten kiugrik a melkasomból. Riadalmamban úgy éreztem, a szívem végigszágult az utcán, én pedig kétségbe esetten igyekszem a nyomába érni. Szívesen levágtam volna annak az átkozott lónak a fejét, hogy ameddig csak tudom, ledugjam a kurva torkán. Nem volt rá időm, hogy felhasítsam a szajhát. Átkozom is a bal szerencsémet. Azt hiszem, a tettenérés veszélye jobban felizgatott, mintha magát a kurvát vagdaltam volna. Ahogyan írtam, hihetetlennek tűnik nekem, hogy a férfi nem látott, hiszen becslésem szerint csak néhány lábnyira voltam tőle. Az mentett meg, hogy pánikba esett a bolondja. A dolog messze nem elégített ki. A fene azt a szarházit. Átkoztam és átkoztam. De okos voltam, nem tudtak fölém kerekedni. Soha senki nem fog. Egy negyed órán belül találtam egy másik mocskos lotyót, aki kész volt, hogy eladja nekem a portékáját. A kurva, ahogyan az összes többi, nagyon is készséges volt. Az izgalom, amelyben részesítettem, nem olyan volt, mint a többi. Mélyen, mélyen, mélyen belevágtam. Az orra bosszantott, úgyhogy levágtam. Elintéztem a szemeit, nem tudtam leszedni a lotyó fejét. A kurva nem is sikoltott. Amit csak tudtam, elhoztam magammal. Egy esős napra tartogatom. Haha. Elizabeth Stride és Catherine Eddowst meggyilkolását manapság úgy nevezik, hogy a dupla esemény. Úgy szintén szeptember 30-án hajnali 3 órakor a Goulston Street-en bizonyos Alfred Long rendőr talált egy véres köténydarabot, amely fölé a falra krétával felírták. The Jews are the men that will not be blamed for nothing. A zsidók azok, akiket sosem hibáztatnak semmiért. Alfred Long a feliratot leírta a jegyzet füzetébe, amit nagyon helyesen tett, ugyanis reggel 5:30 a felirat eltűnt. Az indok az volt, hogy a Whitechapel-i osztály főfelügyelője, illetve a Metropolitan rendőrség vezetője szerint fennállt a veszélye annak, hogy a felirat miatt antiszemita zavargások törhetnek ki. Olvastam valamennyi tettemről, büszkeséggel töltöttek el. Nevet nem kellett, azt képzeli balkezes, orvos, mészáros és zsidó vagyok. Nagyon jó! Ha ragaszkodnak hozzá, hogy zsidó vagyok, akkor zsidó leszek. Miért ne szenvedjenek a zsidók? Sohasem állhattam őket. Sokukat nem kedvelem a tőzsdén. Ahogy mondani szokás, nem látnak a szemüktől. 1888. október 1-én a központi hírügynökség közzéteszi az előbbiekben hallott kedves főnök levelet. Ugyanezen a napon, október 1-én úgy szintén a központi hírügynökség számára érkezik egy levelező lap. A levelet piros ceruzával írták, és meglehetősen foltos volt.
Ugye nem ugrattam, kedves öreg főnök, amikor arra tippeltem, hogy még holnap hallani fog a Pimasz Jacky munkájáról. Ezúttal két eset is történt. Az első sikoltozott egy kicsit, nem tudtam azonnal elintézni. Így nem maradt elég időm a fülek levágására, amit a rendőrségnek szántam. Köszönöm, hogy visszatartotta az utolsó levelemet, amíg újra elkezdhettem dolgozni. Ennek a levélnek a neve Pimasz Jack levél. És akkor, mind a kedves főnök, mind pedig a Pimasz Jack levelek hamisítványok. A hamisító, avagy az álhasfelmetsző nem más, mint Fred Best, a Star napilap egykori újságírója. 1931-ben beismerte, hogy ő írta a kedves főnök, illetve a Pimasz Jack leveleket. A későbbiekben ezt megvizsgálták, és a grafológusok elemzését követően az állítás igaznak bizonyult. Azonban itt nem kell elkeseredni. Amíg emlékszünk a Whitechapel Vigilance Committee vezetőjére, bizonyos George Luskra, említettem, hogy ő egy fontos szereplő. Október 16-án ő is kapott egy levelet, illetve egy dobozt. A levél címe a pokolból. Küldök egy fél vesét, amit egy nőből szedtem ki, és megőriztem magának. A másik felét megsütöttem és megettem. Nagyon finom volt. Ha van még türelme, elküldöm a véres kést is, amellyel kivágtam a vesét. Kapjon el, ha tud, Mr. Lusk. Ezt a levelet fekete tintával írták, és abban a dobozban egy emberi vese volt. Apró véletlennek tűnhet, hogy Catherine Eddowes veséjét eltávolították, azonban kettő dolog biztos. A dobozban lévő vese egy nőtől származik, aki kedvelte az alkoholt. Nem tudom teljes bizonyossággal azt mondani, hogy az Catherine veséje volt. Minden esetre érdekes. A pokolból című levél a hasfelmetsző levelekkel kapcsolatban kiinduló pont lett. A szeptemberi gyilkosságokat követően, és persze a levelektől eltekintve, az október nyugodtan telt. Ennek az oka nem más, mint a fokozott rendőri ellenőrzés. Csakhogy 1888. november 9-e, délelőtt 10 óra 45 perc. Mary Jane Kelly mindösszesen 25 éves, hasfelmetsző legfiatalabb és egyben legszokatlanabb áldozata volt. 1884-ben egy West Endi bordélyházban dolgozott, és nem volt alkalma házasságot kötni. A kulcsot magammal hoztam, nálam volt, amikor elfutottam. A kalapot elégettem, fény kellett, a tűzre tettem, és a kurválkodó anyára gondoltam. Egy piros zsebkendő vezetett az ágyhoz, és a kurválkodó anyára gondoltam. November 9-e volt az a nap, amikor Mary Jane Kellynek fizetnie kellett volna a szobájáért. A felügyelők délután 1:30-ig nem léphettek be a szobába, ugyanis a kirendelt rendőrkutyák még nem érkeztek meg. A helyszínre érkező sebész, Dr. Thomas Bond beszámolója alapján belső szerveit, nevezetesen a méhét és a veséjét rászórták a testére. Az egyik mellét a fej alá, a másikat a jobb láb mellé, a májat a lábfejek közé, a beleket a holttest jobb oldalára, a lépet a bal oldalára rakták. A hasából eltávolított szövet darabokat és a combokat egy asztalra tették. A nyaki szöveteket a csontig átvágták. A hasüregben félig megemésztett halat és burgonyát találni. A szívburok alul szétnyílt és a szív hiányzik. Mary Jane Kelly volt az úgynevezett általános öt gyilkosság utolsó áldozata. Mindemellett ő volt az is, akit gyakorlatilag felismerhetetlenné tett. Viszont ha számításba veszük az időpontot, illetve az életkorát, fel kell tenni a kérdést. Mégis hány nőt ölt meg valójában? Legalább négyet, valószínűleg hatot, de lehetséges, hogy nyolcat. Azonban maradjunk a hivatalos álláspontnál, miszerint ötöt. Miért? Miután a korabeli felvetéseket minden lehetséges módon megcáfolták, elmondom azt az elméletet, amit az FBI készített, továbbá azt, amit én is támogatok. Az FBI által készített pszichológiai profil szerint hasfelmetsző Jack 28 és 36 év közötti átlagos kinézetű férfi volt. Gyűlölte a nőket, ugyanis az anyja alkoholista és erőszakos volt, aki prostituáltként dolgozott. A gyerekét szexuálisan zaklatta, esetleg hagyta, hogy zaklassák. Ebből a katasztrofális gyerekkorból származik a gyűlölet, amit a középkorú prostituáltakon töltött ki, ugyanis bennük a saját anyját látta. Nem mellékesen érdemes megemlíteni, hogy amikor eltávolította a nők méhét, azzal megfosztotta őket a szülés lehetőségétől, azaz szimbolikusan magától az anyaságtól.
Csak hogy egyszerűbb legyen megérteni hasfelmetsző gondolatmenetét, mutatok egy felvételt bizonyos Charles Mansonról, aki maga is gyilkos, és úgy gondolja, hogy teljesen jogosan cselekedett. Remorse for what? You people have done everything in the world to me. Doesn't that give me equal right? I can do anything I want to you people at any time I want to, because that's what you've done to me. If you spit in my face and smack me in the mouth and throw me in solitary confinement for nothing, what do you think's gonna happen when I get out of here? Mint ahogy a videó elején említettem, James Maybrick a feltételezett hasfelmetsző másodlagos pszichopata, ugyanis időről időre megbánta. Képtelen vagyok visszanézni. Minden, amit írtam, fájdalmat okoz. A tőzsdeülés termében találkoztam egy régi barátommal. Megbánást éreztem, mert hogy zsidó. Megfeledkeztem arról, milyen sok zsidó barátom van. Én nem a zsidókon, hanem a kurvákon akarok bosszút állni. Fáradt vagyok. Nagyon fáradt. Békére vágyom, de a szívem mélyén tudom, hogy folytatni fogom. Azt hiszem, sokkal jobban érzem majd magam, ha majd megismételem a legutóbbi produkciómat. Kíváncsi vagyok, tudom-e tökéletesíteni pokoli tetteimet. Elégedett vagyok. Bánom, hogy zsidó barátaimmal éreztettem a haragomat. Bárki is legyen az elkövető, az anatómia területén jártas volt. Ez nem jelenti azt, hogy orvos vagy hentes volt. Egészen simán elképzelhető, hogy esetleg rendelkezett egy könyvvel, amiből ezeket az ismereteket megszerezte. Lehetséges továbbá az is, hogy mondjuk az egyik ismerőse volt orvos, akit munka közben megfigyelt. Bizonyosnak mondható még az is, hogy a nőket először megfojtotta, és a torkukat csak azután vágta el. 2008-ban egy hasfelmetsző kiállításon bemutatták a feltételezett fegyvert, aminek a kinézetét a vizsgálatok alapján határozták meg. A feltételezett fegyver 15-24 cm hosszú volt és lekerekített végű. Az egyetlen szemtanú, Louis Dimschutz sokkos állapotban tett vallomása alapján hosszú kabátot és kalapot viselt. Hasfelmetsző Jack elfogásának a korabeli viszonyokhoz mérten két módja volt. Az egyik az, hogy tetten érik. Olyan emberek érik tetten, akik nem esnek pánikba. A másik az, hogy kicsikarnak belőle egy beismerő vallomást. Ez minden. A földrajzi profilozást, a daktiloszkópiát, a térfigyelő kamerákat és a további modern eszközöket akkor még nem használták. Nincsen bátorságom hozzá, hogy önként megváljak az életemtől. Minden éjjel imádkozom, hogy legyen erőm megtenni, de a bátorságom cserben hagy. Szüntelenül imádkozom, hogy mindenért bocsánatot nyerjek. Ma éjjel imádkozni fogok a nőkért, akiket lemészároltam. Isten bocsássa meg nekem, amit Kellyvel műveltem. Nincs szív, nincs szív. Bízom benne, hogy hamarosan kedves anyám és apám mellé helyeznek. Ha majd újra találkozunk, kérem őket, hogy bocsássanak meg nekem. Ezt most elhelyezem valahová, ahol megtalálják majd. Bárki légy is, arra gondolj, hogy valaha úriember voltam. A jóságos Úr irgalmazzon lelkemnek, és bocsássa meg mindazt, amit elkövettem. Őszinte hívük hasfelmetsző Jack. A feltételezhető hasfelmetsző Jack, azaz James Maybrick naplójával egyetlen problémám van. Az indítéka. Ezt az indítékot nem fogom elmondani, ugyanis ha kíváncsi vagy rá, olvasd el a könyvet, de véleményem szerint ő maga sem értette, hogy miért teszi azt, amit tesz. Több mint 130 évvel a gyilkosságok után a mai napig sem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ki volt hasfelmetsző Jack. És egyébként, ha engem kérdezel, ez nem feltétlenül baj. Az ő világhíréhez nagyban hozzájárul, úgy is mondhatnám, azt teszi őt különlegessé, hogy ismeretlen. A gyilkosságokat követően a mai napig megközelítőleg 500 darab gyanúsított van. Tehát ha arra vagy kíváncsi, hogy miért éppen James Maybrick történetét követtük, azért, mert ellene szól a legtöbb bizonyíték, illetve az ő története teljes. Amennyiben szeretnél ettől is jobban belemélyedni a témába, minden évben kiadnak legalább 30 darab hasfelmetszőről szóló könyvet. Szóval, ez lett volna Hasfelmetsző Jack, az első világhírű sorozatgyilkos története. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!